Pak Péter már ígérte, és nagyon-nagyon tapintatosan meg is tette, hogy a téziseinkkel kapcsolatos bíráló megjegyzést is tesz, de a mostani előadás a címe alapján azt ítéli, hogy most végre kapunk bírálatot a téziseinkről, hiszen Schweitzer Gábor előadásának a címét én akár így is értelmezhetem. Megkérem Schweitzer Gábort, hogy az előadását tartsa meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia. Miután nagy örömmel fogadtam el az Eötvös Károly Intézet felkérését, arra gondoltam, hogy talán nem minősül udvariatlanságnak, hogyha felszólalásomban az intézet által a felkérő levéllel együtt megküldött vitairathoz fűzök néhány megjegyzést, illetve észrevételt. Természetesen azzal kezdem, hogy a vitairat több megállapításával egyetértek. Így egyetértek a bevezetőben írtakkal, miszerint Magyarországon már nem érvényesül az állam világnézeti semlegességének az elve, erről korábbi előadásokban is sokat hallhattunk. Már önmagában az a tény, hogy egy vallási tevékenységet végző szervezet bevett egyházként történő elismerése egy hosszadalmas procedúrát követően az országgyűlés hatáskörébe tartozik, szembe helyezkedik az állam világnézeti semlegességének alapelvével. Egyetértek a vitairat második pontjának első fordulatával is, hogy a legteljesebb szabadságot a világnézetileg semleges állam biztosíthatja. A második pont második fordulatával azonban, miszerint az állam világnézeti elkötelezettsége nem erősödhet, már nem azonosulhatok, mert úgy vélem, nem az állam világnézeti elkötelezettségének szinten tartása, hanem csökkentése, sőt megszűnése lenne kívánatos, ugyanis ez harmonizál a semlegesség elvárásával. Mellesleg ez a vitairatban írtakból le is vezethető. Abból a determinált helyzetből pedig, amelyre a vitairat is hivatkozik, hogy egyes államoknak, köztük hazánknak, a vallásokhoz és egyházakhoz fűződő viszonyát befolyásolhatják a történelmi és kulturális hagyományok, illetve a társadalmi körülmények, még nem feltétlenül következik, hogy az állam világnézetileg bármilyen csekély mértékben is elkötelezett legyen. A semleges állam ugyanis a legteljesebb mértékben tisztelheti és becsülheti a vallási hagyományokat és azok hordozóit, a vallási közösségeket. Egyetértek a vitairat azon megállapításával, miszerint a 90. évi 4-es törvény azáltal, hogy szélesre tárta a kaput az állami elismerésre igényt tartó vallási közösségek előtt, a világnézeti semlegesség európai viszonylatban is magas mércéjét jelölte ki az állammal szemben. Az egyházak egymástól eltérő történelmi és társadalmi beágyazottságára, valamint intézményesültségére tekintettel ugyanakkor az sem feledhető el, hogy az állam az ezredforduló éveiben jó néhány a 90. évi 4-es törvény hatály alól egyházzal kötött úgynevezett megállapodásokat, ezekről Vilmán János is tett említést előadásában, amelyek valamiféle informális hierarchiát mégiscsak kialakítottak az egyházak között. Ezzel ugyan nem fordított hátat az állam a világnézeti semlegességnek, de figyelemmel az elválasztás alkotmányos elvére is, nyilvánvalóan szorosabb kapcsolatokat létesített a megállapodásokban részes egyházakkal. Néhány további intézkedés, miként a miként a tábori lelkészi szolgálat, vagy a börtön lelkészi szolgálat bevezetése viszont a szolgálatok által érintett egyházak számára biztosított többletjogosítványokra tekintettel, már akkor is az elválasztás és az összefonódás mesdjéjét súrolta. A vitairat harmadik pontja szerint az egyházak megszerzett egyenjogúságát nem lehet csorbítani. A hatályos szabályozás, miként ezt a vitairat is leszögezi, nem felel meg ennek az elvárásnak, hiszen kétféle státuszt nevesít, az országgyűlés által bevett egyházat, valamint a fővárosi bíróság által nyilvántartásba vett vallási tevékenységet végző szervezetet. Ez kétségkívül visszalépést jelent a 2012. január 1-i előtti állapotokhoz képest.
Az addig hatályos 90. évi 4-es törvény a jogalkotó által megállapított kritériumoknak eleget tevő vallási közösségek, vallások, egyházak, összefoglalva egyházak számára valóban egyféle egyházi státuszt ajánlott föl, miközben az 1990 és 2012 közötti időszakban is léteztek másféle jogi, például egyesületi keretek között működő vallási közösségek, amelyek vagy nem tudtak, vagy nem kívántak élni a 90. évi 4-es törvény által biztosított egyházi státusszal. Az is aggodalmakat vett fel a hatályos szabályozás kapcsán, hogy a vallási tevékenységet végző szervezetek csak abban az esetben alakulhatnak át az országgyűlés vitathatatlanul politikai természetű, így a semlegesség elvével ütköző döntése nyomán sajátos jogosultságokkal felruházott bevett egyházzá, amennyiben a törvényi kritériumok meglétén felül a közösségi célok érdekében együttműködési hajlandóságát fejezik ki az állam irányába. Ez az alaptörvényi elvárás ugyanis nem az együttműködés lehetőségét, hanem burkolt formában az együttműködés kötelezettségét írja elő, hiszen a bevett egyházi státusz elnyerésére együttműködés hiány nincs lehetőség. Az állam és a bevett egyház együttműködés ugyanakkor az alaptörvényben rögzített különvált működés határainak elmosódásához, azaz összevonódásokhoz is elvezethet. A különvált működés kifejezés tulajdonképpen a korábbi alkotmányi elválasztás kifejezést volt hivatva felváltani, azzal a többlettel, hogy miként az alaptörvény annak idején fogalmazott, az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. Ez a szövegezés az alaptörvény 4. módosítása során annyiban változott, hogy a vallási tevékenységet végző szervezetek együttműködésre való hajlandóság, alkalmasságát emelte ki, az alaptörvény 5. módosítását követően pedig már arra helyeződött a hangsúly, hogy az állam és a vallási közösségek a közösségi célok érdekében együttműködhetnek. De miként erre igyekeztem célozni, ez egy burkolt együttműködési tulajdonképpen kötelezettséget ír elő azon vallási közösségek számára, amelyek bevett egyházzá kívánnak átalakulni. Úgy vélem, hogy az egyházak megszerzett egyenjogúságának csorbíthatatlanságán kívül, amelynek fontosságához alig ha fér kétség, az egyházak 2012. január 1-je előtt megszerzett jogalanyiságának csorbíthatatlanságára is rá kell mutatni. A vitairat bevezető sorai hivatkoznak arra, hogy 2011-ben a parlament az egyházak mindegyikét megfosztotta alanyi jogon élvezett egyházi jogállásától. Ezzel összefüggésben tartanám szükségesnek, hogy az 1990. évi 4-es törvény szerint bejegyzett vallási közösségek az őket ért jog és méltánytalanság reparálásaként visszakapják azt a státuszt, amelyet a 2011. évi 100-as törvény, illetve 2011. évi 206-os törvény megalkotása előtt jogszerűen élveztek, ugyanis semmiképpen sem igazolható, hogy törvényes keretek között működő vallási közösséget fosszanak meg addig élvezett jogállásuktól, vagy pedig arra késztessék őket, hogy másféle szervezeti keretek és feltételek mellett folytassák korábbi működésüket. Mindennek realizálásához természetesen feltétlenül szükséges, hogy a reparáció fontosságát és szükségességét maga a jogalkotó is felismerje. A vitairat 4. pontja nyilvánvalóan a hatályos szabályozás korrekciójának igényével kinyilvánítja, hogy az egyházként történő jogi elismerés nem függhet politikai testület mérlegelésétől. Ezzel a megfogalmazással nem tudok azonosulni. Nem, mert úgy gondolom, hogy nem a mérlegelést és értékelést feltételező elismerési eljárás eredményeként, hanem az egységes elvek és egységes eljárás alapján megvalósuló regisztráció nyilvántartásba vétel következtében kell elnyerni egy vallási közösségnek az egyházi státuszt. Valahogy úgy, ahogyan azt a korábbiak során is sokat idézett 1990. évi 4. törvény a maga visszafogottságával szabályozta és 2 évtizeden keresztül működtette is. A világnézetileg semleges állam, valamint a szabad egyház a szabad államban ideájával is a regisztráció elve, nem pedig az elismerési eljárás a kompatibilis. Azaz, úgy vélem,
nem a hatályos szabályozás korrekciója, hanem annak elhagyása lenne indokolt. A megoldást nem az fogja jelenteni, ha az egyházként történő elismerésről szóló végső döntést a független bíróság fogja meghozni, hanem az, ha az egyházi státusz elnyerését jelentő regisztrálás hatáskörével ruházzák fel a független bíróságot. A vitairat negyedik pontja azt is rögzíti, hogy az államnak joga van a bizniszegyházak kiszűrésére. Az államnak nem csak joga, hanem kötelezettsége is az egyházi jogi személy által elkövetett bármi nevű törvénysértés elleni fellépés. Ezt a lehetőséget természetesen már az 1990. évi 4. törvény is biztosította az ügyészi fellépés intézményesítésével. Szükség szerint élni kellett volna ezzel a lehetőséggel. 2010-et követően a törvényhozás kizárólag a bizniszegyház, illetve a vallásbiznisz jelenségével indokolta az egyházak körében az úgymond rendrakás szükségességét, ezt természetesen idézőjelek között használom. A gond csupán az, hogy azóta sem derült ki, hogy mely egyház minősül a pénzügyi visszaélést kimondó jogerős bíróítélet nyomán bizniszegyháznak, amelyet egyébként az addig hatályos rendelkezések alapján is ki lehetett volna szűrni a rendszerből. Emiatt tehát nem is lett volna indokolt kusza törvényalkotási folyamatokba bonyolódni. Az esetleges pénzügyi visszaélések kiszűrésének, illetve, ami legalább annyira fontos, megelőzésének, a státuszelvonáson vagy az egyházalapítás feltételének szigorításán kívül lehetett volna, de még mindig lehetne konstruktívabb útja is, ami nem más, mint az egyházfinanszírozási rendszer teljes újragondolása. Ennek részleteiről korábban is sokat hallhattunk. A szabad egyház ideájának egyébként úgy gondolom egy olyan egyházfinanszírozási rendszer feleltethető meg, amely kölcsönös önmérséklet alapján a lehető legkisebb mértékben függ a szabad állam pénzügyi és gazdasági forrásaitól. Az Eötvös Károly Intézet Deák Ferenc gondolataival bocsátotta útjára a vitairatát, befejezésként Eötvös József 1867-es sorait idézném fel. Szilárd meggyőződésem, hogy az egyetlen, amit századunkban az állam az egyházért tehet, és az egyetlen, amire ez utóbbinak az állam részéről szüksége van, az, hogy a legteljesebb szabadság legyen számára biztosítva, eddig az idézet. Úgy gondolom, hogy az eötvösi felvetés aktualitásához kétség sem férhet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen Schweitzer Gábor előadását. Az Eötvös Károly Intézet vitaanyagát illető bírálatairól azt tudom mondani, hogy ezek a intencióikban kevéssé térnek el az intézet által megfogalmazott javaslatoktól. Radikálisabb Schweitzer tanár úr radikálisabb megfogalmazásokat ajánlott volna. Azt kell mondjam, a magam nevében beszélek, hogy az ő általa megfogalmazott kritikát én elfogadom, tehát én a magam részéről ezt a bírálatot jogosnak is tartom. Igyekeztünk nagyon-nagyon moderált lenni és visszafogott.